Az őszinteség annyira fontos, de ugyanakkor annyira szertágazó téma, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Az őszinteség kérdésének a megvizsgálását. Legyek őszinte, legyünk őszinték, de kihez? Ez a kérdés. Kihez akarok én őszinte lenni? Kihez akarsz te őszinte lenni? Egyáltalán mit jelent az őszinteség? Azt tudjuk jól, hogy mindannyian a szívünk legmélyén vágyunk az őszintességre. Az ember vágyik arra, hogy őszintén felvállalhassa azt, ami van. És hogy igazából még arra is vágyik, hogy egy olyan közegben, egy olyan társadalomban létezzen, ahol ugyanezt teszi mindenki. Bátran, mint gyermek, őszintén. Nem filozofálva, nem matekozva. Az igazat megvalva, én mindig erre vágytam. Lehet, hogy van kivétel, nem tudom. Lehet, hogy nem mindenki vágyik az őszinteségre. Lehet, hogy vannak személyek, akik már annyira hozzászoktak a hazugsághoz, a csalafintasághoz, hogy megszerették azt. Én is próbáltam a hazugságot. Tudom, hogy milyen. Tudom, hogy milyen gyümölcsököt terem, milyen gyümölcsököt nemsz a hazugság. És valahogy úgy vagyok vele, hogy én is vágyom arra, hogy legyen erőm őszinte lenni minden körülmények között. De kihez legyek őszinte én? Kivel szemben akarok őszinte lenni? Egyáltalán mit jelent az szó, hogy őszinteség? Mi az, hogy őszinte valaki? És az jön nekem, hogy az őszinte szó szoros összefüggésben van a hűséggel. Aki őszinte, hű valamihez, valakihez. Lehet, hogy önmagához hű. Az őszinte ember kimondja azt, amit érez. Ugye, mint ahogy Heltai Jenő is mondja a Szabadság című versében. Nagyon szép vers. Az őszinte ember hű önmagához és embertársaihoz. Nyíltan és bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Viszont felmerül az a kérdés, hogy elég-e nekünk őszinte lenni? Oly módon, hogy hűek vagyunk önmagunkhoz. Hogy őszintén és bátran felvállaljuk azt, hogy mit gondolunk és mit érzünk. Elégséges-e ehhez, ahhoz, hogy lelki békénk legyen itt a világban? Hogy örömünk legyen? És az én személyes válaszom erre a kérdésre, az itt mondom, hogy személyes válaszom, mert ezt én megéltem Isten kegyelméből. Nem biztos, hogy mindenki megélte ezt így ebben a formában. Nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miről beszélek. És semmiképp nem szeretném kényszeríteni az én véleményemet, erőszakolni valaki másra, aki ezt nem élte meg. De az én személyes véleményem az, hogy én hű vagyok önmagamhoz, és bátran felvállalom, kimondom azt, hogy mit gondolok és mit érzek, önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy egy konstans béke honoljon az én szívemben, az én lelkemben. Korábban volt egy videó, ami
ami arról szólt, hogy egyre népszerűbb az a tanítás a világban. Hangsúlyozom, a világban, az elbukott világban, ebbe a durván bekeményedett fizikai világban. Van egy olyan tanítás, egy olyan bátorítás egész pontosan, hogy vállalt fel önmagad. Ugye? Vállalt fel önmagad, ne félj! Vállalt fel önmagad. És amikor ezt hallja az ember, akkor szinte örvend is, sőt, mindenki örvend, én is örvendtem neki. Oké, fel fogom vállalni önmagamat. Őszinte leszek, végre, mindenkihez. És meg is tettem. És nem is bánom. Önértelemben nem bánom. Mert hogyha nem tettem volna meg ezt a lépést, akkor nem lettek volna szembesülések és megértések. Tehát mindenképpen fontos az őszinteség. Még a buta őszinteség is. Drága barátaim. De ebben a videóban, amelyikben arról beszéltem, hogy van ez a bátorítás a világban, hogy vállald fel önmagad. Arról is szó volt, hogy aki azt mondja nekünk, hogy vállaljuk fel önmagunkat, az nem más, mint a világ ura, aki előzőleg megtanított bennünket az ő tudományára, belénk ültette az ő filozófiáját, az ő gondolkodását, az ő hamis kódjait, programjait, a mi elménkbe ültette. Megtanított minket ismétlésekkel, belénk mantrázta az ő hazugságait. Utána meg azt mondta, hogy vállald fel önmagad. És mi nem vettük észre, hogy ő azt mondja, hogy vállalj fel engemet. Én megtanítottalak téged az én dolgaimra, az én hazugságaimra. Most pedig te vállalj fel engem. Bátran. Ezt tette ő. És én azt gondolom, hogy amikor őszinte vagyok veled, vagy önmagammal szemben, másokkal szemben, akkor én magamat vállalom fel. Az én becses és értékes önmagamat. Holott valójában az történik, hogy én azt vállalom fel, aki engemet megtanított, aki az én elmémet megtöltötte az ő tudományával, az ő életellenes tudományával. Nem tudom, mennyire érződik, hogy merrefele tart ez az elmélkedés. Hogy mit szeretnék ezzel mondani? Hogy miért mondtam az a felvétel elején, hogy nekem nem lesz lelki békém és igazi örömöm, meg megnyugvásom csak azáltal, hogy őszinte vagyok önmagamhoz és a világhoz. Hogy hű vagyok önmagamhoz. Mert az van, hogy amihez én hű vagyok, amit én önmagamnak hiszek, az valójában nem én vagyok. Azt kívülről programozta belém a világ. Vegyünk egy egyszerű példát, hogy érthetőbb legyen ez a felvétel. Tudjuk jól, hogy a legtöbb férfit arra programozta a világ ura, hogy szeressék a nőket. Túlzottan is szeressék őket. Hogy vágyakozzanak, kívánják őket. Túlzottan is kívánják őket. Szinte, mint a kutyák, ugye? Ez van. Többször mondtam azt, hogy tetszik vagy nem, a földön élő férfiak 99%-a pornófüggő, még ha nem is vallja be.
Ez van. Ezt programozta beléjük a világ szelleme. Egy fokozott, egy eltorzult szexualitást, szexuális vágyat. Nem a szexuális vágyja van a baj, hanem azzal, amit tett belőle a világ, és amit beleültetett a férfiak elméjébe, a férfiak szívébe. Beléjük programozott. Utána meg azt mondta nekik, hogy vállalják fel önmagukat, legyenek őszinték. És bármennyire is szégyen, én most felvállalom azt, hogy én is beleestem ebbe a csapdába. Az én elmémet is megtöltötte a világ a hamis örömmel, a hazug örömmel. Ugye a fokozott, eltorzított szexualitásból származó örömmel. És én is jobban vágyakoztam a testi örömökre, a nőkkel megélt testi örömökre, mint ahogy az normális lett volna. És utána meg azt mondta nekem a mesterem, a világi mesterem, hogy vállaljam fel önmagam, legyek őszinte. És én ezt tettem. És ezért volt az, hogy volt egy kedves társam, akiből akár egy jó feleség is lehetett volna, ugye? Ha én tudom, ha én ismerem az életnek a rendjét. De én őszinte voltam. Felvállaltam magam. És elmondtam neki, hogy te, ne haragudjál, én nem érem be azzal, amit te nyújtasz számomra. Nekem többre van szükségem. És felvállaltam azt, hogy nekem még egy barátnőm van. Szégyen, nem dicsekszem vele. Hogy az én szabadságom többet igényel, mint az, amit veled megélhetek. Nem tettem mást, mint őszinte voltam. Egyszerűen csak őszinte voltam. Felvállaltam önmagamat. Hatalmas önbizalommal, magabiztossággal. De nem tudtam én akkor, hogy amit én felvállalok, az nem én vagyok, hanem az, amivé lettem a világ ura által. Nem a jóságos teremtő által, nem a Krisztus által, hanem a világ ura által, az antikrisztus által, a Krisztusnak az utánozója által, a tolvaj által. És én azt vállaltam fel akkor, amikor egyszerűen csak bejelentettem a kedvesemnek, hogy te, nekem ez nem elég, többre vágyok. És nekem belefér az, hogy nekem több barátnőm van. Vagy több nővel vagyok testi kapcsolatban, mert nekem szabad, én szabad ember vagyok. És persze a gyümölcs be kellett érjen, ahhoz, hogy megértsem, mekkorát tévedtem. Mert akkor én ezt nem láttam. Akkor csak azt láttam, hogy hú, mennyire igazam van, mennyire jó volt felvállalni magamat. Mennyire jó volt őszinte lenni. Mert imé most van egy másik barátnőm, egy újabb barátnőm, és akár több is van. Egyikhez sem vagyok hű, és mindegyiktől megkapok mindent, amit akarok. De viszont az évek teltek, és a gyümölcs beérett. A mag kibújt, és fájdalmat, keserűséget szült számomra. És megértettem Isten kegyelméből azt, hogy nem volt elég, nem elég az őszinteség, nem elég a hűség. Mert van egy nagyon fontos kérdés,
az, hogy kihez vagyok én őszinte, kihez vagyok én hű, kihez tartozom. Kinek tartozom hűséggel, őszinteséggel? Melyik szellemiséghez vagyok én hű? Hangsúlyozom, hogy semmi gond nincsen az őszinteséggel, sőt, nagyon fontos. Sőt, bevallottam, hogy amíg a világiak szerint gondolkodtam, akkor is fontos volt az őszinteség. Mert felvállaltam a gonoszságot. Őszinte hű voltam a fejemben lévő gonoszságokhoz. És annak következtében ugye óriási fájdalmakat okoztam más személyeknek és saját magamnak. De viszont meg kell értenem, hogy az őszinteség, a hűség önmagában még nem elégséges, szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy a lélek ledobja láncait, megszabaduljon, üdvösségre jusson. Arról is beszéltem már korábban, hogy az ember nem tud nem hazudni. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ő őszinte. Vannak emberek, akik őszintén hazudnak. Én is őszintén hazudtam, mert én hittem a hazugságba. Hittem a hazugságba, és azt tovább adtam. Őszinte voltam, őszintén hazudtam neked, saját magamnak. Erre mondja a bölcs Salamon, hogy minden ember igaz az ő szemei előtt, a saját szemei előtt. Minden ember azt gondolja, hogy igaza van. Csak az a baj, hogy az ő igazsága fájdalmat szül és lelki békétlenséget. A nagy igazsága. Tehát nem volt elég még az sem, hogy azt mondtam, hogy én gyűlölöm a hazugságot. Kijelentettem, én mindig gyűlöltem a hazugságot, de nem tudtam, hogy én is hazug vagyok, hogy én a hazugsághoz vagyok hű, a hazugságomhoz vagyok őszinte, hogy én a hazugságom szerint vagyok őszinte. A legtöbb ember nem tud nem hazudni. És ez azért van, mert tetszik vagy sem, bármilyen furcsán hangzik, tényleg bűnbe születtünk. Én ezt régebben nem hittem, sőt, nagyon felháborodtam, valaki ezt mondta, hogy bűnbe születtünk. De kegyelmes az Úristen, és megmutatta nekem, hogy igen, én egy elbukott világba születtem bele. Bűnbe születtem bele. Engemet már gyermekkoromba megfertőztek. A szüleim, a társadalom. És ezt nem nehezteléssel mondom, mert ők sem tudták, mit cselekednek. A tanítóbácsi, a tanítónéni, a tanárok sem tudták, mit cselekednek. Nem rossz indulattal fertőztek meg engem a világ szennyével, hanem jó indulattal, őszintén. Őszintén hazudtak nekem, ők is hittek bennem. Őszintén töltötték meg az én fejemet azokkal a hazugságokkal, amelyeket ők is adoptáltak a világ urától. Érthető? Mit akarok mondani? A legtöbb ember nem tud nem hazudni. A legtöbb ember nem tud igaz lenni. Mert eleve hazugságba született. És aki hazugságba születik, és őszinte, nem tesz mást, mint hogy őszintén felvállalja a hazugságot. És bármennyire is őszinte vagyok, a hazugság továbbra is hazugság marad. Tehát én őszintén felvállalhatom a hazugságot, a bűnt,
de az ugyanúgy betegséget, fájdalmat és halált fog nemzeni. Az mondatik, hogy Isten irgalmas. Elnézi a tudatlanság idejét. Én nem tudtam, hogy mit teszek. Én nem tudtam, hogy az én őszinteségem a hazugságra épül. Hiába vagyok én őszinte, de amiből én őszintén szólok, az eleve hazugság. Nem igaz. Az elbukott világnak a része. Hiába akarok őszinte lenni, hogyha az alap, a fundamentum hamis, erőtlen, nem az igazság atyától való. Ekképp történik meg az, hogy a legtöbb ember őszintén hazudik, mint ahogy én is őszintén hazudtam. De viszont fontos elmondani, hogy bárki, aki őszintén vágyik arra, hogy az ő őszintesége valós alapokra épüljön, az igazságra épüljön, az igazság forrásához csatlakozzon. Van lehetősége erre mindenkinek, mert az Úristen felkínálta teljesen ingyen, kegyelemből az emberek számára, hogy kapcsolódjanak, megbéküljenek vele, az élet szerzőivel, az Úristennel, ugye, a mindenhatóval. És hogy az igaz forrásból merítsenek, és az igaz forráshoz legyenek hűek, és őszinték. Mert hogyha az őszinteség igazsággal társul, az lelki békét, örömet, jókedvet és életet nemz, drága barátaim. Az őszinteség önmagában nem elegendő. Mert ha valaki őszintén szólja a hazugságot, attól az még hazugság marad. Fájdalmat, betegséget is halált szül. De hogyha valaki őszintén szólja, őszintén és bátran szólja az igazságot, abból lelki béke származik. Megnyugvás. Igazi élet öröm és élet, örök élet. És erre mindenkinek van lehetősége. Mindenkinek van lehetősége arra, hogy megválassza azt a forrást, amiből ő táplálkozik, és aminek a vizét ő őszintén továbbadja. Jézus Krisztus megmutatta ezt a forrást számunkra, és kijelentette, hogy ez nem kötelező, de ingyen megadatik minden szomjazó számára. Aki ő hozzá fordul, aki őt látja, aki őt ismeri, az atyához fordul, az atyához látja, az atyát látja, és az atyát ismeri meg általa. És amikor őszinte, akkor az igazságból merít, és azt osztja meg őszintén embertársaival, hogy ők is szabadulást nyerenek a világ őszintén felvállalt hazugságaiból, annak börtönéből. Nem húzom tovább ezt a felvételt, úgy gondolom, hogy így is. Talán sokáig szaporítottam a szót. A lényeg az, hogy nem mindegy, hogy az ember kihez őszinte, kihez hűséges.
az a vágy, hogy az ember őszinte legyen, önmagában nem elegendő. Mert a legtöbb ember őszintén vállalja fel a hazugságot, mint ahogy én is, és a hazugság fájdalmat, betegséget is halált nemz. Az őszinteséghez igenis fontos, hogy társuljon az igazság. A Teremtő Isten a Krisztus Jézusban kijelentett Teremtő Isten igazsága. Hogyha ez nincs, még az őszinteség is a pokorra taszítja a legtöbb embert. Őszintén bízom abban, hogy valaki megértette, hogy miért fontos az őszinteséghez az igazság forrása, az élet forrása társuljon. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok! Zárójelben csak annyit jegyeznék meg egyébként, hogy ezt a videófelvételt is, ezt a közvetítést is fel fogom tölteni a Kiáltószó YouTube oldalára. Akik régebb követték a szabad gondolatot, tudják, hogy a szabad gondolat YouTube csatornát ritkán használom. Néha használom ilyen élő közvetítésre, viszont az összes videót feltöltöm az új csatornára. A Kiáltó Szó a Pusztában nevű YouTube csatornára. És az ehhez hasonló videókat, meg gondolatokat ott találhatja meg mindenki, akit érdekel, hogy mit gondolt Krisztus a világról, és arról, hogy hogyan tudunk mi megszabadulni abból a, mondjam azt, paradigmából, abból az elbukott emberi gondolkodásból, amiben vagyunk, és amiben belelettünk szülve a mi szüleink által. Tehát az összes többi ilyen videó megtalálható a Kiáltó Szó a Pusztában YouTube csatornán. Ott keressétek ezentúl. Sziasztok, minden jót!